Felejtsd el arcom földi mását. Gida Jenő hagyta ránk végrendeletében ezt a szívbemarkoló üzenetet, hogy rajongói halhatatlan arcát felfedezzék. A jeles költő odaát már megdicsőült, és azóta az erdélyi líra egén is feltűnt. Számos nagy művész a szülés fájdalmait éli át egy-egy alkotása során. Munkácsi pályafutása tetőpontján lelki válságba sodródott. Kevésen múlt, hogy nem végzett önmagával. A rajongók, a képkereskedők megkörnyékezték a mestert, Újabb és újabb megrendelésekkel álltak elő, amelyekért a pénzt már előre kifizették a busás értékesítés reményében. Az üzletemberek mielőbb a művészi képek birtokába akartak jutni, ezért a késés miatt egyre türelmetlenebbek lettek a lelki válsággal küzdő mester alig érzett erőt magában. A világ beborult előtte. A világos színeket is sötétnek látta. Keze reszketett, életkedve cserben hagyta. Jobb lett volna, ha asztalos mesterségét folytatta volna, amit kitanult, ismételgette. Festői pályáját tragédiának érezte. Nem volt képes munkához látni. Egy nap lement feleségének bútort vásárolni. Hazaérve már nem csak búskomorsága, hanem a rossz bútorvásárlás gondolata is kínoszta. Az volt az érzése, hogy a lépcsőház mennyezete menten agyonnyomja. Átvillant agyán a gondolat. A korlátot átugorja, és ezzel minden megoldódik. Szerencsére nem tette meg a tragikus lépést. Az elmegyógyintézetben visszanyerte lelki egyensúlyát. Később festette a Krisztus trilógiát és a többi halhatatlan remek művét. Festőművészekről esik szó. Emlékezzünk hát Raffaellóra, a reneszánsz festészet koronázatlan királyára aki újjáteremtette az antik görög művészetet. Képeinek harmóniája, derűs színvilága a későbbi időkben mintaként szolgált. A Magyar Szépművészeti Múzeum gyűjteménye a nagy nyugati képtárakhoz képest messze lemarad, de még így is jó néhány világhírű remek mű birtokában van. És amint a közmondás is tartja, a szegény embert még az ág is húzza. Éppen a Magyar Szépművészeti Múzeumot pécizte ki egy magyar és olasz tagokból álló banda. Futótűzként terjedt a hír 1983 őszén, hogy a múzeumból elrabolták a két Raffaello képet, az Eszterházi Madonna és az Ifjú Képmása című festményeket. A többi eltűnt műkincs, a Tintoretto és a Tiepoló képek is az olasz reneszánsz legszebbjei közé tartoznak. Szerencsére a tettesek hamarosan horogra kerültek, és a műkincseket biztonságban őrzik. A klasszikus alkotásokat különösebb magyarázat nélkül is megértjük, csodáljuk. Egyes modern kritikusok viszont éppen a nyilvánvaló érthetőséget kifogásolják. Hermann Grimm Raffaello élete című könyvében a reneszánsz festészet kiemelkedő alakját bírája. Raffaello semmit sem akar. Műveit rögtön meg lehet érteni. Szándék nélkül alkot, mint a természet. A rózsa, rózsa. Nem több, és nem kevesebb. A csalogány éneke, csalogány ének. Itt nincs kifürkészendő titokzatosság. Raffaello művei mentesek minden személyes hozzátételtől. Nála a legmegrázóbb dolgokban sincs semmi személyes különbség. Nem látszik, hogy a művész saját élményét dolgozta volna beléjük. Személyisége sehol sem tolakszik előre. A kritikus hangsúlyozza, hogy a műnek túl kell mutatnia önmagán, az élet értelmezőjévé kell válnia, a nézőnek éreznie kell, az alkotás mögött gondolatokkal, problémákkal, szenvedélyekkel viaskodó mestert. A reneszánsz nagymesterét éppen tökéletessége teszi kissé idegenné, némává Valóságon túlivá. A kritikus mindent megengedhet magának, amit a Raffaello rajongó nyilván visszautasít. Mi teszi a modern művészet megértését sokak számára nehézzé? Talán az, hogy a szövegeket, szabályokat meg lehet tanulni. A művészetet viszont nem. A konkrét létezők megtapasztalhatók. A művészet azonban nem. A művészet szellemi valóság. A művészet nem állandó valami, amihez egyszer s mindenkorra csatlakozhatunk, igazodhatunk. Ha az egyén túlteszi magát a törvényeken, szokásokon, felelősségre vonják. Ha durván megszegi az előírásokat, bűnözőnek tekintik, és törvény elé állítják. A művész viszont folyton ezt teszi: kilóg a sorból, szétfeszíti a hagyományos kereteket, támadja az állandót, szüntelenül rombol, felforgat, folyton megnehezíti a mű élvező helyzetét. A művész más, mint amilyennek a társadalom elvárná. Azon kevesek közé tartozik, akik elég bátrak ahhoz, hogy a társadalom elé tükörképet tartsanak. Felforgató képesség, alkotó gondolkodási készség, szaktudás és hosszú évek tapasztalata vértezi fel a művészt, hogy a közönség elé lépjen és provokáljon. Nem egy meglepő alkotás láttán a művészszel Vitába szállunk, nem értünk egyet víziójával. A művész viszont kizökkent megszokott sémáinkból, ha úgy tetszik, kísért, hogy ne rekedjünk meg a felszíni benyomásoknál, ássunk a mélyre. A felszín megszokott, zavaros. A mély, szokatlan és tiszta.